Krisztus második eljövetele, a benned létező Krisztus életre keltése. Első kötet, 14. rész. Miért kísértette Jézust az ördög? A kozmikus küzdelem. Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette az ördög. Biblia, Lukács 4. fejezet 1.-2. vers. Jézus, az ember egyé vált a szentrezgéssel. Teste egy volt az egész teremtéssel, amelyben az ő kicsiny teste mozgott. Tudata Krisztus tudat volt, de amíg a test be nem lép a krisztusi állapotba, és egyé nem válik az atyával, míg a test teljes egyesülése meg nem történik a Szent Szellemmel, a Krisztus tudattal és az Isten tudattal, amelyeket egyetlen léleknek érzékel, addig a múlt téveszméjének maradékai miatt a halandóság próbái jönnek létre. Bár Jézus egy volt a Szent Szellemmel, régi, korlátozott emberi tudata és földi vágyai a megszokás törvényén keresztül mégis megpróbálták elcsábítani tudatát és a földi tudathoz vonzani azt. Ez a pszichológiai magyarázata a csábítás eredetének, annak, hogy az új, isteni szokások kialakítását hogyan akadályozzák meg a szilárdan megalapozódott rossz halandói szokások, meggátolva, hogy kapcsolatba lépj a nagy vigasztalóval. Minden megelégedettség a szent rezgésből származik, mert ez minden a földön közkedvelt dolog összessége. Az érzékszervi gyönyör gonosz, mert korlátozza a szellemet, elvakítva azt és megakadályozva, hogy a Szent Szellem egyetemes érzékrendszerében keres határtalan boldogságot. Egyedül a lélek tökéletes. A teremtésben minden más tökéletlen. A teremtés a kettősség törvényével, a megosztottság törvényével kezdődött. A lélek tökéletes volt. Semmi más nem volt szükséges az ő tökéletességéhez. Ennél fogva, a teremtés szükségtelen volt az ő fejlődéséhez. Akkor miért teremtett egyáltalán a lélek? Az egyetlen válasz erre a kérdésre az, hogy tudatosan akarta élvezni önmagát. A szellem ezt gondolta. Én vagyok a boldogság nektárja, de nincs, aki élvezzen, ezért létrehozok egy kozmikus játékot, és sok részre osztom önmagamat, majd magam valamennyi önálló én részem által számtalan szellemi szájjal ízlelgetem a nektárt végtelen énemben. Ez a kozmikus játék a lélek vágytalan vágyából fakadt, vagyis ez a kozmikus játék iránti vágy szükségtelen volt a lélek lényének teljes sétételéhez, mert ő már tökéletes volt, de ez a kozmikus vágy maga tökéletlen volt, mert késztetés volt vágy megtenni valamit. Ahogy a méreg nem hat a kígyóra, úgy ez a lélekben létező kozmikus megtévesztés sem hat vissza rá. A léleknek ez a kozmikus vágya szükségtelen vágy volt. Mint ahogy néha az apa is játszhat a gyermekével egy vágytalan vágy által, ami nem szükséges az apa fejlődéséhez. Tökéletlen vágy volt, mert el akart érni valamit, azonban ez a teljesítmény nem volt szükséges az önmagában amúgy is teljesen tökéletes lélek kiteljesedéséhez. Ez a tökéletlen vágy volt az eredeti gondolati rezgés, amely a kettősség törvényén keresztül sokfelé osztotta a lelket. Mindemellett a lélek eleinte úgy találta, hogy egyedül ő, mint az egyetlen létező szubstancia, nem nagyon tudja felosztani magát lélekre és anyagra, két egymástól lényegében különböző dologra. Így a lélek és az anyag közötti különbségtételt csupán gondolatban teremtette meg, éppen úgy, mint egy kődarab és egy álomban lévő kődarab gondolata között nincs lényegi különbség, kivéve a megmerevedett emberi képzeletben meglévő különbséget. Így a léleknek kozmikus megtévesztést, egyetemes mentális varázslatot kellett alkalmaznia, mielőtt az anyag és a lélek kettősségét, valamint a véges tárgya kettéosztottságát létrehozta. Ez a megtévesztő kozmikus gondolkodásbeli különbségtétel felelős a teremtés minden tökéletlenségéért.
Majd az ok és okozat törvénye szerint a lélekből kilépő kis ének különleges ajándékként megkapták a szabad választás és a független cselekvés hatalmát, amely a lélek sajátja is. Ez a kozmikus, megtévesztő akarat ennél fogva örökölte a lélek erejét és a szabad választást, hogy az ő tökéletes akaratától függetlenül cselekedhessen. Ahogy a nyugodt, csendes tenger egyetlen víztükör, de egy harmadik hatóanyaga szélvihar hatására felaprózódik sok miniatűr vízdarabkává, amit hullámoknak nevezünk, így a lélek tudatos kozmikus csalóka vágytalan vágya, mint független tudat nyilvánult meg a mágikus mérőeszköz, vagy a májá hatására. A mágikus mérőeszköz, azaz a megtévesztés kozmikus mérőeszköze, vagy ahogy a hindu szentírások nevezik, májá, kizárólag azzal az egyetlen feladattal lett megbízva, hogy a lelket felszínesen ossza meg a tökéletes objektumok végesként való észlelésével, amelyek bolygók jéghegyeiként és csillaghullámokként materializálódnak a végtelen hatalmas óceánján lebegve. Ez a kozmikus megtévesztő mágikus mérőeszköz azóta nyilvánítja meg önmagát szent szellemként, kozmikus szent rezgésként, vagy természetként, szanszkritül prakriti. A lélek terve az volt, hogy ezt a szubjektív, tudatos, kozmikus megtévesztő erőt függetlenséggel kell felruházni, hogy rendben együttműködjön a tárgyiasult, tudatos, a kozmikus rezgésben tárgyivá vált, tudatos kozmikus energiával és a csak benne visszatükröződő krisztusi intelligenciával, és így tökéletes, véges objektumokat hozzon létre. Így jöttek létre a tökéletes drágakövek a bányákban, a tökéletes virágok, a tökéletes állatok és a ragyogó emberi csillagok a tökéletes bolygókon. E tökéletes berendezési tárgyak, miután az idő színpadán a tökéletes forma, tökéletes egészség, szokások és létmódok hibátlan álmát bemutatták, betegség, fájdalmas, korai halál vagy kegyetlen balesetek nélkül vissza kellett, hogy oldódjanak a lélekbe, ahogyan a számtalan hullám az elkülönült boldog lét után nem kell, hogy meghalljon, vagy balesetek által összetörjön, hanem a vihar végén visszaolvad magába a tengerbe. Ezért találjuk a keresztény Bibliában a tökéletes Ádámot és Évát, akik olyan könnyen és egyszerűen kommunikáltak Istennel a fa alatt az oltár közelében. Csak akkor űzték ki őket a kozmikus tudat paradicsomából, amikor megkísértette őket a kozmikus tudatlanság ördöge. Thank you.
Yeah.